A Hópárduc alapítvánnyal együttműködve ismét fejlesztő falmászás indult az Alsó-Páhoki Bobó Fondparkban. A foglalkozások 4 fős létszámban, több korcsoportban, 4 éves kortól 9 éves korig szakértő pedagógusok és gyógypedagógusok vezetésével zajlanak. Maga a falmászás az óra egy-egy óra 45 percből áll, és itt mögöttem lévő falnál látható, hogy tényleg egy kis falon, színes fogásokkal, és egy mesekeretbe, egy mesekörnyezetbe helyezett feladatsorral kell minden nap a résztvevő kis lurkoknak megbirkózni, és azt látjuk, hogy egy hét után, tehát már pár nap után is sokkal ügyesebbek, tehát napról napra ügyesednek. A program sikerességét bizonyítja, hogy a Hópárduc alapítvánnyal közös projektet a Bobó Fondpark munkatársai szeretnék rendszeresen elérhetővé tenni, sűrítve az alkalmakat, Alsó-Páhokon kívül ugyanis csak Budapest környéki helyszíneken elérhető a koncentráció és mozgáskoordináció fejlesztő program. Szumisüveg, labda, ceruza. A 2023-as vakációt is színesítheti a Bobó Fondpark, ahol különleges mozgásformákra épülő nyári táborok indulnak. A táborban a Keszthelyi Sziklamászó Sportegyesület és az Exatlon című műsorból ismert Úzás Dóri is igyekszik a legjobbat kihozni a táborozókból. Ezen kívül a gyerekek a 4D-s mozit is kipróbálhatják nap mint nap. Egy nagyon különleges programmal készülünk. Első alkalommal a Bobó Fanparkban megrendezzük a Fun and Adrenaline Camp nyári táborunkat. Ez a tábor az alsósoktól egészen a középiskolási korosztálynak szól. 3 turnusban indítjuk a nyári tábort. 2 hét lesz, ami az alsósoknak szóló tábor, és 1 hetet jelöltünk ki, ami a felsősöknek, középiskolásoknak szóló tábor. A nyári táborokra április 30-áig még kedvezményes áron lehet jelentkezni.